Teljes élet cukorbetegen címmel tartottak oktatónapot a Művészetek Házában június 24-én. A dr. Kis Éva, a Tormai Károly Egészségügyi Központ diabetológus főorvosa által szervezett programon olyan kérdésekkel foglalkoztak, mint a cukorbetegséggel összefüggő elhízás, a cukorbetegség lelki terhei és annak enyhítése, az egészséges táplálkozás és a mozgás fontossága. Az eseményen betegek számoltak be arról, hogyan sikerült teljes értékű életet élni betegségük mellett. Nagyon sok minden volt az életemben, ami motivális erre, ugyanis négyen vagyunk testvérek, amiből három leány, és mind a hárman kettes típusú cukorbetegek vagyunk. A nővérünk inzulinos, napi 5-ször szúrja magát, tehát eléggé súlyos állapotban van, de mi a hugommal úgy el vagyunk, és engem még egy másik, ami egy nagyon szomorú dolog, ami még motivál, a férjem 14 éve, aki szintén cukorbeteg volt, csak ő nem tartotta be a diétát, a gyógyszert szedte le ismeretesen, és ő az egyik pillanatról a másikra a szemem előtt meghalt szívinfarktusban, és azóta egyrészt felelős vagyok magamért, miután egyedül élek, és úgy érzem, hogy a családban is példát kell mutatnom, és ezért nekem egy olyan intő példa volt, amikor meghalt a férjem, hogy igenis, hogy ennek nagyon nagy jelentősége van, hogy figyeljünk oda, hogy mit, mikor és mennyit eszünk. Az eseményen Pécsi Ildikó, Kossuth és Jászai Mari díjas színművésznő is részt vett, és elmondta a diabétesszel kapcsolatos tapasztalatait.